És már folytatjuk is, méghozzá megbeszéljük a hetet. Ezúttal teljesen klubrádiós csapattal, Hardi Mihálya és Bolgár Györgyel. Jó, hogy itt vagytok. Hát mi is örülünk, hogy itt vagyunk, mert nem volt olyan könnyű ide bejutni, tehát ez is az egyik oka annak, hogy ma egy fővel kevesebben ülünk az asztalnál, hiszen a Bencúr utca is le van zárva, sőt, most már élőállattal, kerékpárral, meg egyéb módon se nagyon lehet bejönni. Ezek már a az euharisztikus kongresszust, vagy pontosabban a pápa budapesti vizitjét kísérő biztonsági intézkedéseknek köszönhető. Úgyhogy nagyon sok újságíró kollégát megkerestünk, de nem vállalták, hogy megpróbálnak áttörni a kordonon. Nekünk könnyű, hiszen van munkáltató igazolásunk, hogy van dolgunk. Igen, teljes biztonságban és ráadásul munkáltató ülünk itt mindannyian. Egyébként nem tudom, én nem próbáltam a élő állattal és hasonló megkötéseket sem tudtam. Nem tudom, Gyuri, te el be? Élő de Nem, 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 nem. Nem, nehezen, mondjuk most péntek délután beszélünk, szombaton hangzik el ez először, szombaton nyilván nehezebb lesz már a mozgás. Itt még nekem rendben volt. Állítólag este felé már a kimenettel nehezebb lesz, aztán holnap, holnap után. De ha valami, akkor ez a része érthető, szóval a pápa biztonsága az nyilván mindenütt a világon első számú kérdés. Nem tudom, hogy hány embert mozgósítanak, azt se tudom, hogy a Vatikán például mit ad hozzá, milyen emberek jönnek, mennyien, hogyan, mit követelnek meg, de ez, ez az egy része, ez, ez rendben van, hogy aztán, de ráadásul ez a furcsa, és ez most nem is politika, inkább csak egy furcsa személyes tapasztalat, hogy az elmúlt héten, amikor már egy csomó lezárás életbe lépett, például itt a hősök tere környékén, tulajdonképpen jobban lehetett közlekedni, mint az iskolai év előtt, megkezdése előtt. Az volt a furcsa, hogy a, a nyár utolsó két-három hetében itt Budapesten egészen összezsúfolódott minden és mindenki, Amióta megindult az iskolai év, meg elkezdődtek ezek a plusz lezárások, azóta könnyebb. Lehet, hogy az emberek egy része megijedt, az autósok egy része azt mondta, hm, nem fogom kihívni magam ellen a sorsot, inkább megyek másképp. Ezt mondtam volna egyébként, hogy az óvatosok azok kerülnek, mert én is valami egészen hihetetlen útvonalat adtam meg az applikáció, hogy hátulról támadjak. Viszont azt tudjátok, hogy az értékkritikák a, a helyszínválasztást, hogy miért kell ezt feltétlenül a hősök terén, és miért kell ennyivel korábban, és, és, és miért így szervezték meg. Hát én azt gondolom, hogy ennek vannak azért ilyen történelmi áthallásai nagyon erősen, tehát legalábbis a, ami a kormányt illeti igyekszik is az 1938-as euharisztikus kongresszussal párhuzamot vonni, ami nem biztos, hogy nagyon jót tesz egyébként ennek az eseménynek. Az különbséggel, hogy most utána néztem az 1938-as euharisztikus kongresszuson az Eddig látott források szerint nem vett részt személyesen a pápa. Egyébként még annyit tennék hozzához, amit Gyuri mondott, hogy három olyan személy van a világon, aki ekkora nagy felhajtással, vagy ekkora nagy őrizettel, vagy, vagy, vagy biztonsági intézkedések mellett utazik. Ugye ez a, a, a pápa, az orosz elnök és az amerikai elnök. Fölhívtam ma egyik volt kollégámat a repülőtéren, hát ő már nagyon várja a vasárnap estét, amikor fölemelkedik majd a pápa repülőgépe Budapestről, hiszen ilyenkor hihetetlenül kemény biztonsági intézkedések vannak, mindenki bent van, tehát szerintem sokan lesznek még ilyenek, nem csak a repülőtéren, a rendőrségnél, a technél, meg mindenütt, a, a, akik a biztonságról gondoskodnak. Persze, az érem másik oldala meg az, hogy ezt aztán hajlamosak vagyunk, vagy hajlamosak a hatóságok az ilyesmit túllihegni, és ilyenkor aztán szeretnek egy picit még többet is fontoskodni a kelletén. De minden esetre maga a tény, hogy, hogy eljön a, a pápa Magyarországra és Budapestre, ez nyilván a hívőknek is nagyon fontos, meg hát lesznek majd olyanok, akik ennek a, hogy mondjam, finoman szóval a politikai hozadékát megpróbálják majd learatni. Erről már volt szó ebben a műsorban, Gyuri, te hogy látod? Csapjunk Úgy látom, erről hogy vissza. még nem látom, ugyanis ennek az eukarisztikus kongresszusnak a, a megnyul, megnyilvánulásait, a jeleit nem nagyon venni észre. Azt mondták, hogy akár százezer zarándok is eljöhet Budapestre lehet, hogy el fog jönni, lehet, hogy szombaton, vasárnap ennyien lesznek, de ez csak egy több napig tartó esemény. És bár a kongresszustól nyilván, vagy semmilyen kongresszustól nem jön lázba a nagy tömeg és a katolikus hívők, lehet, hogy azt sem igazán tudják, hogy mi is ez, bár igyekeztek több helyen többen elmagyarázni, de valahogy azt hittem volna, hogy a kormány számára annyira fontos politikai értelemben, és annyi annyiszor beszéltek már róla, meg valószínűleg sok pénzt is költöttek rá, hogy ennek valamiféle nagy, látványos esemény sorozat lesz a következménye, olyanok, amelyeken Tíz és százezrek fognak részt venni, és az valóban meglátszana és meglátszott volna Budapest közlekedésén, Budapest mindennapi életén. Elárasztották volna a fővárost, a külföldiek, zarándok vagy nem zarándok, nem lehetett volna őket feltétlenül megkülönböztetni. Egyszerűen az érdeklődő külföldi katolikus hívők nem látom őket. Mondom, lehet, hogy Szombaton is vasárnap, a záró eseményen, a csúcseseményen majd nagyon sokan lesznek de én valahogy ettől többet vártam, azt hittem, ez több embert megmozgat, lehet, hogy ebből a szempontból a kormány is, az állam is, a katolikus egyház is elszámította magát, lehet, hogy ez ma már nem vált ki akkora érdeklődés, de ha nem így lesz, akkor majd hétfő, vagy vasárok, meg tudjuk. Hát szerintem egyébként nem csak te nem látod, mert az egyik legviccesebb, vagy nem tudom, a szánalmas szó az lehet, hogy jobb lenne. Az a hír volt, hogy kötelezően kivezénik az egyházi iskolásokat az Ákos koncertre, ami tudjuk, hogy a felvezetés. De biztos le fogják játszani, a kezdődjék a banzájt. Biztos, számot. az annyira illene egyébként a pápa elé, de minden ez, hogy tényleg megmondják, hogy neked már pedig most el kell menned, mert kötel. mások mennek a kisebb iskolások a fák a fákes felvonulása, tehát hogy, hogy lehet, hogy mások is aggódnak, hogy nem elég nagy itt, tulajdonképpen a felhajtás ahhoz képest, ami a jelentőség lenne. Hát ez ugye embere válogatja. Én múlt vasárnap volt alkalmam belefutni a vasárnapi mise után hazatérő tömegbe az Andrási úton. Hát ott azért elég sokan voltak, hát úgy nézett ki, mintha egy nagy foci meccs lett volna, csak hát itt keresztel, uh -huh. egyházi zászlókkal, népviseletbe öltözve vonultak a hívek. Mondjuk volt. foci meccse válogatja, mert ugye van a Pangó stadion. Mondjuk mert... azt, hogy egy válogatott meccs, vál, azért, okay. azért nyilván a jó, jó, Pontos. De az biztos, hogy például, amit én láttam a legutolsó euharisztikus, vagy egyik utolsó euharisztikus kongresszussal kapcsolatban, az Mexikóban volt, ami ugye egy, egy népes és nagyon katolikus, ország, hát ott három és fél millió ember vett részt a, a zárómisén. A héten volt alkalmam az esti gyorsban beszélgetni Bermiklós nyugalmazott váci püspökkel, akivel az is szóba került, hogy, hogy itt ne egy, egy tudományos, vagy egy ilyen vallási kongresszusra gondoljunk, hanem ez tulajdonképpen olyan, mint nem tudom én, a katolikusok számára ez egy hasonló esemény, mint mondjuk a Sziget Fesztivál a fiatalok számára, mint egy zenei fesztivál, tehát hogy ez egy ez egy vallási megmozdulás, és a katolikus egyház is ezeknek, ezekhez a formákhoz, az új típusú formákhoz alkalmazkodik. Tehát nyilván itt nem, egy, nem feltétlenül csak egy templomi misére kell gondolni, hanem az együttlétre, az egymásra találásra, és így tovább. Tehát én ezzel úgy gondolom, hogy én egy picit azért megengedőbb vagyok ezzel kapcsolatban, de tény és való, hogy, hogy azokhoz képest, ami más országokban az elmúlt években történt, ahhoz képest viszonylag kevésnek tűnik, de hát ezt majd vasárnap meglátjuk. Megengedőnek szerintem mi is megengedők vagyunk, megengedném én, hogyha százezrek lennének itt boldogok Budapest utcáin, akár azért, mert együtt lehetnek a hívő hívőtársaikkal, és így tovább. Csak mondom, ettől az első, a, a, az első misétől a vasárnapitól, a múlt vasárnapitól kezdve, vagy azóta nem látni igazán mert persze a Hung expo vannak ugye az események, az a egy kicsit... A bazilika környékén is ott oda, meg is varnak, ugye a igen, igen. épesző ember most autóval azért sem nem merészkedi. megy oda. Tehát lehet, hogy bizonyos értelemben magunkat zárjuk el ettől. Mégis valahogy én azt vártam, hogy jobban megbojdul a város, és az élet egy kicsit látványosabb lesz mindez, talán 21. századi, de lehet, hogy a mexikói hívők azok sokkal hát felbuzdultabbak, vagy, vagy sokkal látványosabban adnak kifejezést az érzelmeiknek, meg a hitüknek, mint a, a közép-európaiak. Ez egészen biztos, hogy, hogy, így van. Egyébként meg lehet, hogy azért a jelszavak, vagy, a, vagy az egésznek a csomagolása, a marketing Tetszik vagy nem tetszik, de ebben a kontextusban is lehet ezt használni. Nem volt mindig szerencsés. Tehát amikor a MÁV vasúti kocsijaira azt láttam fölírva, hogy találkozzon Jézussal, uh, akkor az, én a személyes biztonságomra gondoltam, hogy felmerje-e ülni a. Az itt a város is után, elég kemény egyébként. Ami, ami nem biztos, hogy annyira, annyira hívó szó. Miközben magának a a pápának a személyisége, a személye és a politikája nagyon is érdekes, tehát ezt, ezt érdemes figyelni, hiszen, hiszen ő azért egy egy nagyon érdekes ember, és be, megpróbálkozott különféle változtatásokkal azért a, a, a Vatikán politikáján belül, tehát nyitott egy csomó olyan dologra, amelyekről hát kellene beszélni a magyar közéletben, meglátjuk, hogy ez mennyire kerül majd meg. Ezért is lesz érdekes ez a mise illetve annak fogadtatása, meg, meg az, hogy hányan gyűlnek össze, hogyan jönnek el onnét, mit történik, ami látható legalábbis, mert a pápa furcsa ezt mondani a katolikus egyház fejéről, aki több millió embert kell, hogy egyesítsen, megosztó személyiség ez a magyar belpolitikában, közéletben nagyon látszik, de azért a világon is. Egy olyan pápa, aki valóban komoly reformokat szeretne csinálni, nyilván nem egyedül rajta múlik, de a kijelentéseivel, a nyilvánosságra hozott gondolataival egyértelmű és komoly lépéseket tesz előre a 20. 21. században. Úgyhogy nem csoda, hogy, hogy sokan akár nyilvánosság előtt is kifejezik ellenérzéseiket, a magyar közéletben pedig hát egészen elképesztő módon rúgnak belé, meg rúgtak belé. Ugyanakkor senki sem, még a vele nem a legjobb kapcsolatokat áll, a fenntartó kormány sem engedheti meg magának, és nem akarhatja azt, hogy rossz viszonyban látszódjék lenni a pápával. Ezért is járták ki, hogy akkor mégis találkozzon egy rövid időre Áderrel és Orbánnal. Mert, mert a pápával azért mégsem lehet haragban, pláne háborúban lenni. Brüsszel lehet, uh -huh. a Vatikánnal nem. Sőt, hát láttuk a politikai dörgölőzésnek egy nagyszerű példáját, amikor Orbán Viktor ugyan megszakította az útját egy horvátországi sziget fölött a katonai géppel, de elment Rómába a katolikus törvényhozók konferenciájára, nyilván saját maga mellett óhajtott lobbizni, csak hát ugye, ha jól tudom, bár mindenkinek a vallása magánügy, nem, de róla köztül, hát ott, ő nem, nem, katolikus. nem katolikus, és nem törvényhozó, hanem a végrehajtó hatalom tagja, úgyhogy különben minden stimmel. De hát azért a törvényhozó, mert a mert hmm. országgyűlési képviselő, úgyhogy az általa benyújtott törvényeket nyilvánvalóan megszavazza. 24 órán belül. Igen. Csak úgy miért kellett <laughs> agadni, hogy előtte-utána nyaralnak, tehát ezt egyébként abban a pár napban sem értettem, de most már viszont muszáj tovább mennünk, mert hogy a kongresszus azért is érdekes, szerkesztő ezt rögtön késemelt ebből az aspektusból, hogy ugye közben ível felfelé a negyedik hullám, a számok egyértelműen mutatják, hogy itt most már több a fertőzött, ugye újra vannak halálos áldozatok. Müller Cecília még nem rendezte vissza a csapatát, tehát még nem állt föl újra a, a törzs, de ennek ellenére azért érezhető, hogy van egyfajta ilyen Hát, elővigyáztatosságra intés. Na most ehhez képest megint megrendezvény van. Nem tudom, ti belegondoltatok -e ebbe, vagy, vagy bízunk az oltásban, és, és eltörpülnek ezek a félelmek? Hát azt nem tudom, hogy, ö, hogy ennek a kezelésébe be kell, inkább abba kell belegondolni, hiszen azt hiszem, hogy például itt a klubrádió munkatársai élen járnak abban, hogy mindenki megkapta legalább kétszer már az oltást, de ugye ezt mi nyilván is tartjuk így is tudunk csak dolgozni, de hát valamennyiünknek vannak családtagjai, és így tovább. A probléma azzal van, hogy elszalasztottuk a nyarat, tehát a, például az iskolásokat, akiknek szintén nagyon fontos lenne, hiszen ők járnak nap mint nap közösségbe, iskolásoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak, mostantól ugye megy a nagyüzem, a jelenléti tanítás. Egyes egyetemeken egyébként már az előadásokon elrendelték a maszk használatát, és lassan most már a harmadik oltásra is jelentkezni kéne, de ilyen szempontból legalábbis ami a hatóságokat illeti, vagy a magyar járványügyet illeti, a hivatalosat, Hát ott elég nagy zűrzavar van, elég nagy információs vákum van, és ráadásul csúnyán le is maradtunk az átoltottságban, míg ugye május-júniusban a hivatalos propaganda képzavarral élve döngette a mellét, hogy bezzeg a magyarok, Hát most már szépen csendesen a középmezőnybe csúsztunk vissza az Európai Unióban, és ez nem játék. Tehát, akikkel beszéltem olyanokkal, akiknek a hozzátartozója elkapta a koronavírust, és kórházban volt, volt olyan, aki száz napnál tovább volt az intenzív osztályon és kész csoda, hogy, hogy, lejött élve onnan. Tehát ez egyáltalán nem játék, ez nagyon-nagyon komolyan kéne venni. Ráadásul ez a delta variáns jóval fertőző. Könnyebben, igen, könnyebben, könnyebben, könnyebben fertőz. Gyuri, te ezt hogy látod? Hogy a magyar kormány milyen mulasztásokat követett el, azt nagyjából tudjuk, látjuk, és tulajdonképpen most is a, az együttérző semmitevés politikáját folytatja. Nagyon-nagyon együttérzünk, de azért vigyázzanak magukra, meg mi, mi aztán javasoljuk az oltást, de hát mindenkinek a saját dolga. Mi azért lehetővé tesszük, hogy de különben nincs egy általános, következetes, konzekvens kampány arra, esetleg bizonyos intézkedésekkel megtámogatva, hogy azok, akik eddig nem vettek fel egyetlen oltást sem, tegyék ezt meg. Azért mégiscsak abszurdum, de mondjuk pozitív abszurdum, hogy Józsefváros önkormányzata elhatározta, hogy az ott élő lakosok közül azok, akik az év végéig bebizony, vagy igazolják, hogy megkapták akár korábban, akár majd most a két oltást, és a jövedelmük nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem a családban a 71 ezer forintot, vagyis a legszegényebbek, azok kapnak egy bizonyos egészségügyi támogatást az önkormányzattól, 10.000 forintot. 10.000 forint nem a világ, nyilván még egy kifosztott budapesti önkormányzat is meg tudja engedni, hogy a feltételezések szerint olyan 2.000 embernek kifizessen 10.000 forintot azért, hogy ösztönözze őket arra, hogy védjék meg magukat, a környezetüket, a családjukat, a többieket ettől a járványtól. Miért nem tudja ezt a Kormány megtenni. Ez akkor volna igazán hatásos, akkor volna igazán értelme, és a kormánynak van igazán pénze erre. A dolog azonban még ennél is rosszabb, és valószínűleg a magyar kormányt is előbb-utóbb valamilyen lépésre fogja késztetni. Az Egyesült Államokban, ahol hozzánk hasonlóan lelassult és szinte megállt az új oltások beadása, 55 és 60 százalék között. Gyakorlatilag úgy, mint nálunk. Viszont elindult a negyedik hullám teljes erővel, mi ebből a szempontból lépéselőnyben vagyunk. A magyar kormánynak tehát lett volna és még mindig volna ideje, hogy lépjen. Az amerikai elnök arra kényszerült, hogy bejelentse, hogy majdnem 100 millió ember számára elrendelik a kötelező oltást. Állami tisztviselőktől kezdve 100 embernél többet foglalkoztató üzemekben megkövetelik az oltást, vagy a heti rendszeres tesztelést. Úgyhogy úgy látszik, hogy nincs más hátra, mert az Egyesült Államokban naponta 150-200 ezer új fertőzött van. Meghal megint napi 1500-2000 ember. Ez még mindig kevesebb, mint a harmadik hullám csúcspontján, de mégis elfogadhatatlanul sok. Vagyis arra jöttek rá a szakemberek, tudósok és vezető politikusok, hogy valamit tenni kell. Még Orbán Viktor Kebel barátja nem az első, a második. A szlovén miniszterelnök Janez Jansa is úgy döntött, hogy Szlovéniában kötelező lesz állami hivatalnokoknak az oltás. Vagyis nálunk is lépni kell, Senki nem szeretné azt, hogy kötelezővé tegyék, mert van az embernek valami rossz érzése, és hát akkor inkább az emberek még jobban az oltás ellen fognak fordulni. Mert a kormány attól tart, hogy a kormány ellen fognak, úgyhogy nyilván ezért óckodik tőle. De azért mégis van egy pont, amikor el kell magukat határozni valami radikális lépésre. Ha előbb tették volna a dolgukat, és egyéb módszerekkel ösztönözték volna az oltás felvételét, akkor el lehetett volna talán még mindig el lehet kerülni. Ösztönözni kell, akár kézzel foghatóan a legszegényebbeket, a legkevésbé tájékozottakat, némi pénzzel megsegítve, nem biztos, hogy ez a megoldás, de egyik lehetséges és számomra nem is antipatikus megoldás. Nem tudom, hogy láttátok ezt a videót, a héten szerintem komolyan az egyik fénypont volt, a Telex készítette, amikor egész egyszerűen az utcaemberét megszólítom, és kifejezetten nagyonokat kerestek, a vírusnak gyakorlatilag még a létét, de hát a hatását mindenféleképpen ugye el akarják magatelizálni. És amikor ugye ők elkezdtek erről beszélni, akkor egyszer csak egy hopp előugrott a víruskutató, például amikor az egyik jó ember ott tartott, hogy konkrétan nincs vírus. Tehát ő ezt nem hiszi el, hogy egyáltalán létezik ilyesmi. És tudjuk, hogy sokan vannak. persze, láttál te már vírus? persze, hát én hogy sem nem láttam. Már. Viszont, ugye? hogyha rögtön ez a na is itt van nekünk, és már jött is ugye a tudós ember, Egyrészt döbbenetes volt az a, most elnézést, de tényleg az a fajta tudatlanság, hogy látszott rajtuk, hogy persze nyilván kellemetlenül érintette őket. De, de... Zsófi, bocsánat, de hát az ország területén tudatlannak lenni alkotmányos jog. Ez igaz. csak az, hogy sokan élnek is ezzel a joggal. Igen, rengetegen élnek ezzel a joggal. Minden esetre ott ezt látni tényleg. Így, hogy, tehát ugye az egész szituáció annyira végtelenül szomorú volt, és annyira fájó volt ezt így végignézni, ahogy így ütköztették ugye a kettőt. Hát mert ugye ő meg tudta mondani, hogy én látom a mikroszkóban. Tehát az az igazság, hogy ott van, meg osztódik, meg megfertőzi, meg meghal, meg, meg konkrétan bele fogsz halni. Tehát, hogy próbálták mondjuk. De ezt miért mondjuk egy, egy ez egy, ez, ez média fordul elő, hanem tanult, Egyetemet végzett, sőt, az egészségügyben dolgozó emberek körében is tapasztaltam már ilyet. Egészen furcsa volt. Jó lehet, azt gondolom, hogy például nagyon sokat tehetnek a körzeti orvosok. Nem azzal, hogy ők intézik az oltást, arra ott vannak az Szegények, oltópontok. Igen. Mi is kaptunk olyan visszajelzést a házi orvosunktól, hogy szegény nem győzi sem a nem, Már rég már nem győzik. De legalább a felvilágosítást. Tehát azt azért rájuk lehet bízni, mert nekik van tekintélyük, és ők ahol van házi orvos, ugye, mert ez is egy fontos Igen, kérdés, már hogy, hozzá. hogy nem mindenhová jut el, és hát vannak olyan nagyon szegény részei az országnak, ahol meg egyáltalán nincs orvos, vagy nem látja orvos az embereket. Onnan nagyon hiányzik, de hát utána kell menni, ösztönözni kell őket arra, hogy, hogy ezt mindenképpen muszáj megcsinálni a saját jól felfogott érdekükbe. Mondhatnám azt is, hogy az embereket néha a saját akaratuk ellenére meg kell védeni hát, saját maguktól. Hát, amit a Gyuri is mond egyébként, hogy öszt ösztönözni, vagy netán akár még kötelező vitelén, de mondjuk egyetlen plakátkampány, mondjuk egy ilyen, nem tudom, dühíti önt Brüsszel helyett. Persze, meg a stop gyurcsány, stop, karácsony, ja, stop igen. karácsony helyett is igen, lehet. A stop covid még nem volt. Van plakátkampány, de hát, hogy ebben is a politika a lényeg, az, az egészen megkökentő. Biztos láttátok meg a hallgatók is, hogy ott van a Merkeli professzor, az Emelweis Egyetem Láttam. rektorának képével Jaj. egy plakát, hogy az oltás működik. Rendben van, oké. De mi van alatta? Magyarország működik. Na most ez egy Fidesz propaganda plakát. Igen. És ehhez felhasználják az egyetemi rektort, aki, hát persze az oltás mellett áll ki, de ez azt jelenti, hogy Magyarország működik? Nem, e pillanatban azt látjuk, hogy Magyarország nem működik. Az oltás működne, de Magyarország nem működik, nem végzi el azt, ami kellene. Szóval ebből is a politikai hasznot learatni, vagy megpróbálni kihozni, hát ez felháborító. Ez tényleg így ezek most tényleg egyre, egyre több helyen látom én is. Menjünk át egy másik tömegrendezvényre. Én nem tudom, hogy ti mennyire vagytok foci drukkerek, ugye, meg azt is tudjuk. Nem, huha, mit fejre. a teniszt tudom, de a focit azt nem tudom, most Gyurira nézek. Gyuri nálamnál sokkal jobban otthon van a labdarúgás Mit szeretnél tudni? Nem? Hát nekünk most egyébként már jó túl vagyunk, ugye, a magyarok szereplésén, ugye, a válogatott meccsekről is már végül is ejtettünk szót. Most a, azt a témát dobnám be, ugye, hogy itt különböző ok nyomozó portálok kapcsolatot találtak az angolok elleni meccsen egészen szégyen teljesen viselkedő ö, csoport vagy kör és neonáci ö, hátterű csoportok között. Mondjuk nem gondolom, hogy ez most olyan nagyon meg fogunk lepődni, csak azért mégis ezt így tételesen összeszedve láttuk különböző fotókkal, videókkal, nagyon alapos egyébként ö, újságírói munka volt. Hát szóval ez, ez a kemény. nevű ö, portál volt, amelyik annak idején például a naváni féle videót is publikálta, illetve pontosabban beszámolt például Vladimir Putyin Fekete-tengeri palotájáról. Meg hozzáteszem, 60 puszta még nem szerepel a híreik között. De azért mondjuk így hogy hát ha, hát, ha rá mennek, még jobban. De itt ez egy angol újságíró, aki kifejezetten arra specializálódott, hogy felkeresse, megkeresse a Kelet-európai jobb gyökereit és a terjedésének az okait. És ez a magyar rendőrség és a magyar ügyészség számára egy óriási szégyen, hogy egy újságíró semmi más nem csinált, mint leült az internet elé, és elkezdett kattingatni, és legális hiszem. szoftverekkel megkereste azt, hogy ki kicsoda, óriási fotókat. Tehát a sajtóban megjelentek ennek a magát kárpáti brigádnak nevező szélsőjobbos, zavaros agyú társaságnak a fotói, akik itt vonultak egyébként nem is messze innen tőlünk, hiszen a hősök terétől vonultak gótbetűs Magyarország feliratta a fekete pólóban, ők csinálták a Hepajta stadionokban minden alkalommal, és az újságíró egyénenként megtalálta azokat, hogy kikennek a szószólói, hova vezet, hova vezetnek a nyomok, hol találták ki ezeket a no LMBTQ molinókat, és így tovább, és így tovább. És hát nem vagyok meglepve, hogy, hogy nem a, a veresegyházi asszonykórushoz vezettek a nyomok, hanem folyamatosan, nem tudom egy Légió Hungária nevű kispesti ultrákhoz, de sok egyéb más, a 64 Vármegye mozgalom is talán benne volt. Tehát a, a, a magyar uh, újnyilasok vagy neonácik azért vastagon szerepelnek ebben a uh, gyűjtésben, és tartok tőle, hogy a legtöbb uh, stadionban uh, ezek azok, akik a, a, a hangadók, és ezek azok, akik miatt egész Magyarország szégyenben van. Nekem csak egy érdekes apróság tűnt fel ebben, hogy az egyik névvel is azonosított és egyik leggyakrabban szereplő, nevezzük neonácinak, a vasárnap.hu portálon rendszeres résztvevője, heti résztvevője egy podcastnak, ahol futballról beszélgetnek, meg hát nyilván a kereszténységről, a baráti, meg keresztényi szeretetről, megértésről, és így tovább. A lényeg az, hogy ez a vasárnap.hu, amelyet a kereszténydemokraták alapítványa finanszíroz, és ahol például magyar nemzetben, vagy a köz, köznek hazudott médiában rendszeresen szereplő újságírók Hát ezzel, írnak. ezzel érdemelték ki a horog Igen. keresztények csúf nevet. Igen. Szóval ezekkel együtt ez, a, ez, az ember is ott szerepel rendszeresen. Tudjuk, az elmúlt hetekben történt, hogy a vasárnap.hu nemrég kinevezett főszerkesztője bukott, mert valaki fölfedezte, hogy ó, hát ez nemrég még egy, egy új náci szervezetnek volt egy, nagyon aktív aktivistája, és akkor egy ideig ugyan csend volt, de aztán csendesen mégis távozott. De van ott még olyan, akinek távoznia kellene. Nem is ez a lényeg, ez, ez legyen az ő ügyük. Ha nem, nem itt fog beszélni, fog beszélni máshol. Hanem az, hogy így fonódik össze a kormány, a kormánypárt a saját médiáján keresztül a legszélsőségesebb szélsőjobbal. Úgy gondolja, hogy Ezeket is én szeretném irányítani. Ők az én neonáciim, és nem hagyom, hogy másoké legyenek. Ezeket föl is használom, ha kell a stadionban, ha kell a választási irodában, ha kell valahol máshol, ha kell De majd hát valamikor gyuri, az te, te magad is hallottad, hogy a külügyminiszter, a miniszterelnök, a belügyminiszter mind élesen elítélte ezt a szurkolói magatartást. Igen, igaz? el is mentem a fülorvoshoz, hm. hogy valamit nem hallok. Igen, és azóta se hallottuk egyébként már mert mert egy, Egyébként időnt. az az is meglepő. Mi dolga van a külügyminiszternek a labdarúgó szurkolókkal? Ez az egyik kérdés. Hát mert az, van saját focipályája Hát azt, én, azt tudjuk természetesen, egyetlen. sőt ugye a. a, a Külügyminisztérium angol rövidítését budapesti körökben csak minisztérium a football affairsnek, vagyis labdarúgásügyi minisztériumnak hívják a rossz nyelvek szerint. De tényleg nem értem, és nem láttam azt, hogy bárki elhatárolódott volna, vagy azt mondta volna, hogy így nem viselkedhetünk, vagy azt mondta volna, hogy ezzel egész Magyarországra hoztak szégyent, hiszen a labdarúgó mérkőzéseket a határon túl is közvetítik. Hát speciál például a magyar angolt azt feltétlenül nagyon sokan látták, Boris Johnson-t és Schmidt Máriát is beleértve. Ajaj. De ez az igazi döbbenet, hát ilyen más országban, más országban, nem tudom, persze, de sok szörnyű ország van a világon, de az Európai Unió országai közül valószínűleg sehol nem történhetett volna meg, hogy egy történész, egy állami múzeum főigazgatója, a miniszterelnöknek most nem tudom, egy éppen tanácsadója -e, de valamilyen, valamilyen módon, biztosna, közvetve biztosabb. mégiscsak tanácsadója, Egyszer csak fogja magát, mint sportügyi történésznő, már nem azzal foglalkozik állítólag, és nekiessen az angoloknak, személyesen a brit miniszterelnöknek írjon levelet, hogy csak foglalkozzon a saját kis széteső országával, van ott elég baj, a saját kis szétesőben lévő országa, ha szétesne az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia. Akkor is ott maradne egy, mint egy. 10 milliós, 9 és fél ja, nem az Magyarország. Egy 56 milliós Anglia atomfegyverekkel, az Európai Unióban még mindig Németország, Franciaország, Olaszország után a negyedik legnagyobb ország volna, és mondom, olyan katonai erővel és hatalommal, ami Magyarországnak és Franciaországnak az is atomhatalom együtt nincs. Úgy... Hát és ebbe az egész foci ügybe azért még a, a... Kormánypárti sajtó érvelése, nevezetesen az, hogy hát azért az angol szurkolók is megérik a pénzüket. Ugye most nem voltak itt, hiszen a COVID miatt nem jöhettek csak. Nem, Európa konkrétan rasszisták. Tehát ez a BBB, ő is rasszista. Tehát, ez ne, ez az óvodás szintű az. érvelés. A, Ó, oda nagy csoportjában már lehet, hogy van, aki ezt szégyeli. Tehát körülbelül ez a volt az a színvonal, ahol ez a diskurzus zajlott, és én őszintén szólva, engem az angol szurkolók kevésbé érdekelnek, én a magyar ultrák miatt szégyellem magam, de nagyon. De azt láttatok, hogy volt olyan újság, most meg nem mondom, hogy melyik nemzetközi ilyen ö, nagyobb lap, amelyik konkrétan írta ki egyébként az eredményt, hogy ö, a angolok kontra a rassz jól rasszisták. A daily a címlak, tudtam, a, a hogy te tudni fogod, 4-4-0. Tehát, hogy konkrétan így voltunk, így mindannyian belerakva abba a kalapba, hogy a rasszisták. Jó, hát az angol sajtó se megy a szomszédba túlzásokért. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ilyen visszhangja lett ennek a dolognak, mert kellett, hogy legyen visszhangja ha Magyarországon nem volt, akkor az angoloknál érthetően volt, mint ahogy lett volna, hogyha Angliában a magyar csapatot támadják meg valamilyen rasszista felhanggal, akkor érthetően nyilván nálunk is felláborodtak volna. Azt mondják, hogy hortobágyi csikósok, vagy én nem is tudom, hogy miben lehetett volna De biztos ki lehet találni valami degradáló és rasszistának minősíthető dolgot. A magyarok ellen... Az éhenkórász magyarok, az ki is jön, Annyira talán. jó ötleteket adtok, viszont én gyorsan tovább megyek a következő hírre. Megbeszéljük a hetet. Hardi Mihályjal és Bolgár Györgyel, Gergely Zsófiát hallják, és már mondom is a következő, hát fantasztikusan meglepő hírt, megint meghosszabbították a kaszinó konceszióját, hát ugye azért volt rá szükség, mert már éppen majdnem lejárt volna, de, és ugye Endi Vajnától át kellett szervezni máshova. Féltem is, hogy nem én kapom meg. Igen, gond, de erre, időben meghosszabbították. abszolút, abszolút esély volt, főleg ahogy zajlott, mert ugye ez ilyen kicsit ilyen bújtatva, tehát ez senki nem tudott róla egy ilyen véletlen levélből derült, ki, utána leellenőrizték, újságírók. És lám tényleg 35 évre. Azért ezt, amikor meglátom ezt a dátumot, nem tudom, ez egy kicsit ilyen vérfagyasztóan nézett ki. Tehát 2056-ig odadni koncesziós jókat, méghozzá olyat, amit gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen pénznyomtató automata. És természetesen, hogy egy évi 10 milliárd forintos üzletről beszélünk, tehát ennyi a haszna. Ennyiért például, hát akkor szerintem hadd egyszerűsítsem tényleg így, hogy pénznyomtató autómat. A Garancs István volt az egyik, aki ennek a cégnek, ö, ö, aki ezt a céget fémjelzi. A másik pedig Szalai Bobrovicki Kristóf, aki ugye tudjuk, hogy a kormány szóvívő, Szent Alexandra férje. Annyit tennék hozzá, hogy mikor pár hete dobták meg azzal az állami garancia vállalással, mert hogy ugye venni akart ö, céget, hitelt szeretett volna felvenni, és nyilván az állam több milliárddal és beugrott. Hát persze, Persze, érdekes, az én lakáshitelemnél úgy senki nem nagyon kardoskodott, hogy besegít, de minden esetre kettő hete volt, hogy megdobtuk egy ilyen kedvezménnyel, és most csak megkapták hogy a. Ahhoz, a hogy a ez szükség. az üzlet végigmenjen, ahhoz először törvényt kellett módosítani, hiszen nem volt meghirdetve hanem, hanem csak ajánlattevők voltak. Ők és tettem. ők tudták, hogy kell És azért tudták. van itt még egy nagyon érdekes név ebben a sorban, mármint a tulajdonosok között, méghozzá Rákos Falvi Zoltán, az az úr, az akit az. a Borkai féle videóból, hát kendőzetlenül is látunk, és aki közre játszott. Olyan kíváncsi voltam, hogy ezt mondd, hogy fogod megfogalmazni, hogy aki hogy látunk. egyébként a Győri, a Pécsi és a Miskolci kaszinó is, hogyha jól tudom, és ő az, aki amúgy közreműködött az Audi telkek eladásában. Azon egyébként most ettől a kaszinó történettől még függetlenül, Én a mai napig csodálkozom, hogy a német vasas vagy fémipari szakszervezetek ebből nem csináltak óriási botrányt, mert hogy ez az Audinak sok-sok plusz pénzébe került, hogy emelt áron adták el ezeket a telkeket az Audinak, ahhoz képest, mintha az eredeti áron adják el. Szóval ebben van azért érdekesség, hogy kik azok, akik, hogy úgy mondjam, közel vannak a tűzhöz. Van benne talán egy olyan dolog is, hogy, hogy mintha a kormány vagy a kormányhoz közel álló erők, a vesztüket éreznék, és így az utolsó pillanatban hogy mindent, mindent, mindent visznek. 2056 ig tehát... Itt fogunk ülni majd, és majd a Klubrádió stúdiójában remélem, a hogy azt üljön. is megbeszéljük. Hosszú mind. boldog életet Igen, kívánunk, tehát... Garancsi Istvánnak. Ezek szerint ők tudják, hogy még 35 évig boldogan él. Mit, mond, mit lehet erre mondani? Tudom, hogy sok igazság van abban, amit mi simon meg mások is, ellenzéki politikusok, hogy érzik a vesztüket. Ezért kell minden pénzt valahogy biztosan kivinni magánkezekbe, és ezek a magánkezek azért nem olyan magánkezek, mint ahogy mi azt elképzeljük, vagy normális körülmények között volnának, mert ki az a Szalai Bobrovnicki Kristóf? Volt londoni nagykövet. Minden De volt hát ugye hirtelen most már sokszoros milliárdos lett, és az egyik legnagyobb hatalmú gazdasági tényező Magyarországon. Ezek kinevezett emberek, ezek nem a saját jogon valakik, még Garancsinak volt talán valami üzletemberi múltja, csak legfőjebb közben nagyon jóba lett Orbán Viktor, és akkor még nagyobb lett neki, nem csak múltja, hanem jövője is, de a többiek, de már Garancsi is persze, kinevezett emberek. Ezek nem fognak tudni soha szabadon rendelkezni a vagyonukkal. Ezek Orbán ha, Viktor... Az övék a ha én Azért mondom, hogy még az is lehet, hogy lehet vannak olyan Nevezünk papírok... Nevezzük őket csak igen. vagyonkezelőnek. Igen, igen, igen vagyonkezelők. Szóval eze, ezek a vagyonok, ezek a pénzek, ezek úgy mozognak majd, ahogy Orbán Viktor akarja. Ahogy elrendeli, akár kormányról, akár ellenzékről. Úgyhogy ezek lényegében Orbán Viktor birodalmának különböző kinevezett emberei, a hozzájuk rendelt sok-sok száz vagy inkább már ezer milliárddal. De egy normális európai országban az eleve elképzelhetetlen volna, hogy egy ilyen kaszinó koncesziót a kormány szóvivőjének a férje kapjon meg. Hát ha valami kizárt, akkor ez biztosan. Az. Ebbe Európa más országaiba kormányok buknak bele úgy, hogy évekig a hatalom közelébe se jutna, csak ebbe. Igen. Na most nálunk minden hétre Hát ha valami korrupció, ilyen. akkor ez az. Nem tudom, miért kell tovább gondolkodni, de úgy látszik a magyar társadalom hosszan gondolkodik és alaposan dönt, de azért remélem, hogy jövő tavasszal megfontoltan. Nem mondom visszatérve oda, hogy félnek-e Orbánék, szerintem nem félnek. Éppen, hogy azt gondolják, Gondolod, hogy mindent hogy már a megtehetünk. Sem adnak? Nem, mindent megtehetünk, és ezért meg is teszünk. csak jobb kézben van ez a, ez a szerencsejáték, üzlet, hogyha örök életre a miénk, nem? Mm, annyi személyes vonat hadd vigyek bele, hogy én ezt már mondjuk nem értettem a COVID alatt sem. Én elég közel lakom egy, az egyik Budai bevásárlóközponthoz, amit most felújítanak. Hallgatók nagy része ki fogja találni, hogy melyik az. Gyakorlatilag szétdöntötték és ö, ki fogjátok találni, hogy mi az az egyetlen egy ami működik. Tehát bezárt minden, bezárt a, a postától, a, a, most nem mondok, mit nem szabad mondani, igen, tehát hogy cégnevet ugye nem mondunk, tehát akkor bevá, be az összes bevásárlási lehetőség és minden, tehát konkrétan munkások mászkálnak ugye a csövekkel, ö, úgy néz ki az egész tényleg, mintha a bomba robbant volna, ki van táblázva, egyetlen egy dolog folyamatosan nyilván hozza a pénzt, és működik, és az a kaszinó. És ugyanaz, mint a COVID-ban, amikor így pangott az egész és üresen így végig lehetett mazgban sétálni. Egyetlen nagy villogó ugye felirat, megnéztem, ez is az, amit most 56-ig egyébként kaptak. Tehát ehhez a cégcsoporthoz tartozik természetesen. Nem tudom elképzelni, ez hogy megy. Tehát, hogy kezdjetek el egy két éves felújítást, de létszi csináljátok úgy, hogy akik jönnek és el akarják verni a pénzüket, szerencsét próbálnának, azok így be tudjanak kúszni ott, nem tudom, a két köműves és a vízvezeték szerelő között, és ezt megtehesse. Hát, mert nem a nem mondják, akarja hogy... ez a kormány, hogy az emberek elveszítsék a reményt. Ja, igaz. Van remény a nagy nyereményre, gyertek. Igen, folyamatosan. A teljes alkalmazás. nem csak reményünk van, hanem bizonyosságunk is, hogy a legnagyobb nyeremény a miénk, az is megmarad. Na jó, menjünk is tovább, mert ez tényleg elkeserítő. Százezren írták alá a Fideszes petíciót, amit Misi már itt behozott, ugye? Stop Gyurcsány, Stop Karácsony. Én, klub... én, biztos vagyok benne, hogy legalább 17 millió honfitársunk fogja aláírni. A min végén. Mi mi minimum. És hát a Klubrádió nagyon-nagyon jó beszélgetések vannak folyamatosan, ezt mindhárman tudjuk, de a hét egyik gyöngyszeme az biztos, hogy Dési János volt, amikor erről Holik Istvánt kérdezte. És hát kiderült megint az a bizonyos alternatív valóság. Melyikőtök szeretné ezt a témát először? Nehéz dolog ez, mert mert olyan volt ez, mint az idősebb hallgatók talán majd emlékeznek rá, olyan, mintha egy tantuszt bedobtál volna, és Hollik István mondta, hogy szemkilövés, meg, meg gyurcsány, meg 13. havi nyugdíj. Az a baj, hogy, hogy nem sok kreativitás szorult ezekbe az emberekbe. De azért tehát, ott megakadt egy picit, amikor... Tehát a amikor... Panelek, ugyanazokat a paneleket mondogatják, és belegondoltam, hogy ennek mi a várható következménye a választási kampányra nézve. És teljes mértékben a múltra tekint vissza, és mindent a múltból vesznek, főleg ami a, ami a Fidesz illeti. Ugye semmi mást nem ígérnek a jövőre nézve, nincs Magyarországról víziójuk, csak a hatalom. Maradjunk, mi maradjunk folytatjuk. a hatalomba, ez a bizonyos folytatjuk. Na most az ország egyre nagyobb része gondolja úgy, hogy hát ne folytassátok, ez ugye ebben az előválasztási kampányban is, is látszik, és Őszintén szólva ez egy elég kis gyenge reakció arra, hogy az országban megjelentek az előválasztási pultok, hogy az egészről beszél a, a média. Én nem láttam, most több helyen jöttem úgy el a városba biciklivel, mert ugye az autót az euharisztikus kongresszus miatt nem tudom Lálam. használni, meg nem merem. És, és hát nem látok olyan nagy tolongást, hogy itt valaki ilyen számban akarná akár karácsonyt, akár gyurcsányt megállítani. Sőt, bocsánat, hogy közben Barayi Krisztana, nem uh -huh. tudom, hogy azt Facebookon láttátok-e posztolt egy képet, ahol konkrétan szegény két idősebb hölgy, ott unatkozik egy ilyen mögött, de ilyen tényleg ilyen tagba tagbaszakad. Tehát, hogy ott, ott ülnek, és láthatóan nincs dolguk. Tehát, hogy teljesen üres a a pulpitus előtt Jó, hát Ezek, ezek szubjektív uh, dolgok, és nyilván lehet találni, vagy ha valaki ügyes. Horsor. A, a, nem, úgy értem, hogy, hogy bárhol, bármiről lehet ilyen fotót csinálni, tehát ez, ez, ez azért hozzátartozik az igazsághoz, de én nem hiszem, hogy, hogy ennek olyan átütőre lenne, és hogy most az ország nagy része attól rettegne, hogy jön karácsony, aki 99%-ban gyurcsányt tartalmaz, szóval e, a jeges félelmet azt én nem nagyon láttam az embereken. Egyébként az érem másik oldala viszont az, hogy de igenis voltak olyanok, hallottam ilyen beszélgetést is, akik idős hölgyek, akik megvannak rettenve, tehát akik fogyasztják az állami médiát, vagy az állam által, vagy a kormány által ellenőrzött médiát, azoknak ez, ez azért ez egy hívó szó, tehát valahogy az ő politikai aktivitásukat még jövő Tavaszig ezt valahogy fenn kell tartani. Tulajdonképpen ennek az egésznek szerintem csak ez az egy célja van. Igen, csak Gyurcsány nevének a használata, ennyi az egész. És az a Fides szerencséje, illetve szorgos és állhatatos munkájának eredménye is, hogy Gyurcsány neve sokak számára jelent valamit, és sokak számára valami rosszat. Igaz, hogy vannak jó néhányan, akiknek nem rosszat, de mégis a, úgy alakult az elmúlt 15 év, hogy Gyurcsány neve sokak számára mélyen beivódva valami rosszat jelent. Úgyhogy ha csak ennyit mondanak, hogy stop Gyurcsány, sőt, még oda teszik hozzá a karácsonyt is, akkor lehet, hogy a Gyurcsány keresztneve karácsonyra fog változni, Gyurcsány karácsony, és már el van Képzelt, intézve majd kéren. csalódott decemberben, Igen. ha az idén elmaradna a karácsony emiatt. Mert stop karácsony. Igen. De, és de, az, hogy konkrétan mi történt, hogy konkrétan Gyurcsány miért és miben bűnös, ezzel már nem is igazán kell foglalkozni. Hozzáteszik még persze, kötelesség azt a szemkilövető Gyurcsány és tovább, de azért nyilván azt már nem tudja, még, még a Gyurcsány párti emlékező sem, hogy végül is mi történt, amikor a, a rendőrséget túlkapásokkal vádolták, igen, meg voltak is kétségtelenül, és néhányan meg is de, sérültek. De Gyuri, átéltük mi ezt, láttuk. Igen, láttuk, igen, láttuk. Igen. a saját szemünkkel, és nem a rendőrök dobáltak molotókat. Nem ők törték össze az autókat és a kirakatokat, nem ők, nem ők dobáltak el a tankot, köveken. és így tovább. Így van, de. A történelmünk, a közelmúlt történelmének az átírása és gőzerővel folyik, hogy olyan. egészen mást jelentsenek ezek a bizonyos hívó szavak, tehát mint itt, itt, mint a Pavlov kutyája, ugye a, a jobboldali szavazók, azok tudják, hogyha kiejtik azt a szót, hogy Gyurcsány, akkor nekik már is e, megindul a nyálelválasztásuk, meg ökölbeszorul a kezük, és tudják, hogy hova kell az X-et tenni. Stop, Gyurcsány, ül, és akkor Kész. kutya leül. De a dolog, csak arra akartam utalni, hogy arra már senki nem emlékszik szinte, hogy ezekért az úgynevezett rendőri túlkapásokért, nem csak úgynevezett voltak is kétségtelenül, Gergényi Pétert, Budapest rendőr főkapitányát bíróság elé vitték, följelentették, bíróság elé állították, és végül jogerősen 400 ezer forintra büntették. Nem négy évi vagy 40 évi börtönnel, hanem 400 ezer forinttal. És nem azért, mert a rendőrség véletlenül, természetesen nem szándékosan, gumilövedékkel kilőtte egy vagy két ember, pontosan nem tudjuk szemét, bár nyilván több tucatról beszél a, a kormány média, hanem azért, mert Gergényi annak idején nem tett meg mindent azért, hogy a rendőrség megfelelő felszereltséggel nézzen nézze szembe a televíziót megtámadó, vagy a Kossuth téren, lévő és máshol felalá randalírozó és dobálózó hadonászó és ki tudja milyen erőszakot, mert azt is ugye késsel, erőszakoskodó tüntetőkkel szemben, tehát a Ráadásul rendőség... azoknak a tüntetőknek egy része azért fedi azt a csoportot, amiről az Igen. előbb a foci kapcsolatban beszéltünk. Hát én ezt nem merem 100%-ig állítani, de hogy, hogy van átfedés a két csoport között, az egészen Szerintem biztos. Szerintem állítsuk nyugodtan. Tehát egy... Ebben az időben én erre én emlékszem, sőt, ugye volt munkahelyem a televízió ostromára, és abból a szempontból nagyszerűen emlékszem, hogy éppen úgy volt időzítve, hogy a miniszterelnök akkor Gyurcsány Ferenc külföldön tartózkodott, nem volt olyan könnyű őt elérni, tehát nem lehetett döntés. Az, az Ö, nem az országos rendőrfőkapitány volt, aki külföldön volt éppen? Minden esetre nem, tehát a döntési lánc az, az megszakadt, és hát ilyen esetben azért nyilván, amikor a főváros utcáin be kell vetni a rendőrséget, akkor egyszer csak nem volt döntésképes ember a közelben. Szóval Gergényt végül azért ítélték el, mert nem koordinálta megfelelően a különböző rendőri egységek, Közötti munkát, és nem tudták megvédeni a koordináció hiánya miatt a, a tévészékházat. És... Emlékszel rá, hogy és... amikor a parlamenti képviselőink szerettek volna bemenni a Kunigunda utcai tévészékházba, akkor volt rendőri védelem. Koordináció is volt. Nem És a rendőr rendőrparancsnokok nem tettek meg mindent azért, hogy megelőzzék vagy megakadályozzák ezeket a bizonyos rendőri túlkapásokat. De mindezekért egy bírósági eljárás során Gergényi Péter 400 ezer forintos büntetést kapott. Gyurcsány viszont azt, hogy örök életre megpróbálják őt száműzni a politikából. Stop Gyurcsányal, mert ő a szemkivető gyilkos, aki vérbe borította Budapestet. No. Elég jól át tudom ezt most kötni a következő olyan uh -huh. hírünkhöz, mert tényleg ez a fajta ilyen és, és vagy inkább tudatmódosítás zajlik, hogy bekerül ugye hamarosan a mozikba a Gyurcsányi film. Ezt most már muszáj, ezt a kettőt egybevennünk. Uh, amit ugye ő maga azzal ütötte, hogy nem tetszik az orra a plakáton, mert láttuk a mozi plakátot, ugye a filmet még nem lehetett látni. Október 21-én kerül mozikban, nyilván ez sem véletlen. És hát uh, most ezt nem fogom kimondani a filmnek a címét, mert ott is ki van csillagozva, és rádióban különösen rosszul jön neki. Szerencsére de... már számos mém született, és a magyar nyelvben <laughs> még nagyon sok olyan előjáró van, amit ehhez hozzá lehetett tenni, vagy igekötő, pontosabban, bocsánat, igekötő, amivel ezt lehet varítani. Állni, úgyhogy ez rögtön a helyére teszi, de maga az előzetes, az már megtekinthető igen, igen, az például. Az és Polakátunk az egészből kívül. úgy látom, hogy, hogy megpróbálnak egy. Hát egyrészt biztos vagyok benne, hogy mondjuk ezt a Netflix vagy az HBO nem fogja megvásárolni, ezt a filmet nem lesz olyan népszerű, de az egésznek az irányultsága már is látszik. Tehát itt át akarják megint írni a saját szájuk íze szerint Kálomista Gábor producersége mellett ezt az egész történetet. Ez zajlik Idestova már 15-16 éve, tehát amióta megtörténtek ezek az utcai zavargások, ugye a budapesti utcákon 2006 őszén, azóta ennek az átírása mindenki a saját szája íze szerint. Próbálja, vagy elsősorban én úgy látom, hogy a Fidesz próbál új történelmet írni, és sajnos erről az jut eszembe, amivel annak idején még keserűen Moszkvában viccelődtek az emberek, hogy semmi sem olyan bizonytalan a Szovjetunióban, mint a történelmi múlt. Uh -huh. Mert azt állandóan átírják. Ö, ez ránk is, hát, is, nálunk is ez zajlik, ö, méghozzá úgy, hogy pénz nem számít. Uh -huh. Olyan érdekes, hogy annyi bizottság volt, annyi tényleg bírósági egy csomó minden. Most nem pont eszembe, hogy ilyen kereké forduló volt, hogy mondjuk minket, akik annak idején tudósítóként ott voltunk. Tehát tényleg konkrétan a rendőrök. Nekem van otthon gumilövedékem. Egyszerűen hazavittem, mert ott hevert, és nem tudtam elsőre, hogy mi az. Szóval, hogy minket így soha senki nem kérdezett meg. Pedig szerintem ott mi voltunk a két fél között, a, akik így körülbelül próbáltuk ugye folyamatosan tudósítani az embereket, és a valóságot egyébként öm, valósághűen még akkor elmondani. Mindegyik helyszínen ott voltunk, soha senki nem kért be anyagokat, nem kértek be fotókat, tehát, hogy egyszerűen így tőlem se kérdezte meg senki, hogy mi történt mondjuk azokon az éjszakákon vagy hajnalokon, hogy mit kiabáltak a rendőrök egymásnak. Rengeteg érdekes dolgot tudtunk volna egyébként szerintem összeszedni újságírók. Bocsánat, ez most a, a, az én megjegyzésem volt a témához, de ha már Kálom a Gábor és kétségbe vontat, hogy a Netflix rámozdul, okay. azt mondta, hogy annyira jó, hogy külföldön, és ezt tetszett a legjobban Brüsszelben kellene forgalmazni. Pont Brüsszelben? Tehát most, hogy megállítottuk, visszük nekik a Gyurcsány filmet. Hát majd, ha Orbán Viktor mondja meg, hogy mit forgalmazzanak Brüsszelben, mit játszanak, mit szabad akkor... megnézni és mit kell megnézni, akkor majd Brüsszelben is fogják, de ez az idő azért még távol van. Bár Orbán nagyon igyekszik, hogy ő mondja meg Brüsszelnek, hogy hova mennyi, hány méter, hány kiló, és ki fogja be a száját még egyelőre nem tartunk ott, de szerintem még, még, Magyarországon sem lesz könnyű elérni, hogy nagyon sokan megnézzék ezt a filmet, ha csak nem igazán Oscar minőségű, de nem is ez a cél, bár nyilván a köztévé le fogja vetíteni 25-ször, csak hogy minél többen akár, biztos, hát nem kétséges, a mozikban majd szép, szépen, lehet, hogy kivezénylik a, vagy ez az, az is, kötelező, kötelező, igen, az iskolákat, is az ki fogják vezényelni, főleg a, a gimnáziumok utolsó osztályait, hogy ők még Akik éppen szavazók, úgyhogy ők nézzék meg azért feltétlenül, esetleg kétszer is, meg írjanak dolgozatot róla, de a köztévében biztos, hogy le fogják ezt játszani, de még ez sem érdekes. Mert az emberek azt mégis otthon vannak, kötelezően nem, nem kell megnézni az a lényeg, hogy elhangozzék, hogy gyurcsány, és vér, és rendőrterror. És ez, ez azért mindenhova eljut, annak is a fülébe, aki, aki azt mondja, hogy ez marhaság, és unom már, meg annak is, aki nem foglalkozik a politikával, de mégis az, hogy gyurcsány, és terror, és rendőrség, és vér, ezt érti. És ez szépen lassan beszivárog. Ennek a propagandának ez a lényege, és azt a néhány százezer embert akarják ezért eltántorítani, és ilyen módszerekkel eltántorítani az ellenzéki közös listától és miniszterelnöktől, hogy ne szavazzatok rájuk, mert gyurcsány. Azt hittük sokáig, hogy erről már le kellett, hogy szálljanak, mert 15 éve történt, és látjuk, hogy még a jobbik is összebékül Gyurcsányjal, de a bizonytalanok, vagy a fidesz elégedetlenek viszont még át nem álltak körében, lehet, hogy hatásos. Annál is inkább, mivel az emberek nagyon nehezen tudnak a fikció és a, a, a valódi tények között különbséget tenni. Tehát én amennyit ebből az előzetesből le tudok szűrni, hogy itt kerítettek köré egy nagyszerű történetet, holott azt pontosan tudjuk, hogy az öszödi beszéd eljutott már a fideszes vezetőkhöz, vagy körülbelül 2006. júniusában, vagy akár már még májusban, nem emlékszem pontosan, de az egész nyára a rendelkezésükre állt, hogy felépítsenek erre egy kampányt, hogy ezt kivegyék belőle azokat a részeket, amelyek szükségesek, és így tovább. Itt majd nyilván egy tényfeltáró újságíró lesz a főhős vagy főhősnő, aki majd mindenféle nehézségek árán, de megpróbálja a hősi igazságot kimondani, és így tovább, és így tovább. És persze ott lesz a gonosz hatalom, aminek ezúttal nem hét feje van, hanem csak egy, és szemüveges lesz, és véletlenül rettenetesen fog hasonlítani a DK elnökére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt, itt a múlt átírás az alig, Hát ez majd az értelmesebb néző, az majd beteszi az animációs pozsonyi csata mellé, de annál vélhetően azért egy picivel jobban elkészített ez film. Pedig milyen szép lenne, ha úgy sikerülne, mint az a pozsonyi csata, mert annál amatőrebb dolgot nehéz lett volna csinálni ez egy nagyon-nagyon jó végszó lesz. Ne, én nagyon remélem, hogy a hallgatók nem érezték uh, egyébként semmilyen hiány, hiányát annak, hogy egy negyedik beszélgetőtársat itt most nem tudtunk a kongresszus miatt ide teleportálni. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm Bolgár Györgynek és Hardi Mihálynak, hogy itt voltak velünk. Ez volt akkor már a hetes stúdió. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és nagyon köszönöm a stábnak is. A szerkesztő Bálint Judit volt, a technikus kollégák Budai Márton és Bíró Kristóf. Gergely Zsófiát hallották. Legyen olyan a hétvégéjük, ami ennek szeretnék.